Elhunyt Moldova György, a politikai véleményét mindig nyíltan vállaló írónak több tucat szépirodalmi és riportkönyve jelent meg. Munkásságát Kossuth és Prima Primissima díjjal is elismerték. Moldova György 89 éves volt. Nincs olyan elképzelésem, hogy én még sok évet élek, hát nem. Az természetrendje, hogy el kell majd mennem. Hát, mondom, nincs olyan érzésem, hogy nekem még dolgom van. Így gondolt életének hátralévő részére Moldova György, amikor a heti napló stábja kérdezte 2020. decemberében. Moldova György 1934-ben született Budapesten. A Színház és Filmművészeti Főiskola dramaturg szakára járt. Diplomáját azonban csak 1986-ban vehette át, ugyanis diploma munkaként drámát írt a Rajkperről. Ezt akkori osztályfőnökének Hályi Gyulának olvasta fel. Őt azonban az 1956-os forradalomban is szabadságharc játszott szerepéért letartóztatták. Új osztályfőnöke arra kérte, hogy változtasson témát, erre azonban nem volt hajlandó. Éles politikai véleményét mindig nyíltan vállalta. A rendszerváltás után is hangoztatta, Kádár rendszere volt a legjobb azok közül, amelyekben élt. Ez a baloldal, ez semmi. Úgy is fogja végezni, szóval kifutott a föld alóra, és megélhetési politikusok, szóval. Hát a jobb oldalon, hát Orbán valaki, szóval kiváló tulajdonsága, de nem politikus, hanem hatalomtechnikus. Első könyve az Idegen bajnok 1963-ban jelent meg. 500-nál több szépirodalmi, 30-nál több riportkönyve jelent meg. Szatirákat is írt, és több színdarabját is bemutatták. 1983-ban Kossuth díjjal tüntették ki, később megkapta a Prima Primissima díjat. Egyenes beszéd című műsorunkban Róna Jegon vendége volt, ahol egyebek közt írói módszeréről is mesélt. Amikor elmentem futni esténként, akkor mindig vittem magammal gondolkodni valót egy-egy témában, és mire hazaértem, igaz, akkor mire tudtam futni olyan 3-4 kilométert, addig ki volt faragva, csak le kellett írni. Szóval gondolkodás alól nincs felmentés. Az író 2 éve vesztette el feleségét, akivel több mint 50 évet élt együtt. Tavaly újra nősült, feleségül vette Palotás Katalint, akivel több mint 20 éve ismerték egymást. Moldova Györgyöt 89 éves korában, otthonában, családja körében érte a halál.